Egy családi ház kéményén pihen karcagon a Forint utcában az a gúja, aki a napokban érkezett vissza délről. Több ezer kilométert repült, hogy megkeresse tavaszi nyári lakhelyét városunkban. Párja is vele érkezett, most sincs messze, csupán egy házzal előtte nyújtóztatja tagjait. Ők vármegyénk első visszaérkező gújái. A helyiek nagyon örülnek, hogy épségben hazaértek. A városban gyorsan elterjedt a híra a gólyák érkezésének. Sokan jönnek a környékre, hogy megcsodálhassák a tavasz hírnökeit. Ez a karcagi hölgy képet is készített a gólyákról. A gólyát fotózom, most érkezett meg karcagra az első gólya, és az unokámnak most megörökítettem. Az érkező emberek szerencsére nem zavarják a gólyákat, azonban a gólya hím láthatóan szemmel tartja őket. A korai érkezésükkor biztosan nem fáztak, hiszen enyhe időjárás fogadta őket. Ez az utcában lakó férfi is örömmel fogadta a gólyák érkezését, és reméli, hogy az igazi tavasz is megérkezik hamarosan. Nagyon örülünk neki, mert ez mindenképpen a tavasz első jelét mutatja számunkra. Korábban láttuk már a gólya hírvirágok növekedését is, úgyhogy itt lesz a jó idő. A helyi férfi azt is elárulta, évek óta megfigyelte, hogy az első pár karcagon mindig itt a közelben szokott leszállni. Azt azonban még nem tudni pontosan, hol lesz a fészkük, mert ez a pár minden évben újat rak ezen a környéken. Az első pár mindig itt a környéken szokott leszállni és keresik a helyüket. Van mikor a egyik kéményre vagy villanyosztopra. De ez ki fog derülni, mert szerintem nézegetik már a maguk helyüket. A gólyák korai érkezésük ellenére biztosan jól érzik magukat, hiszen a hímgója fárasztó utat követően egy kis pihenő után már udvarlásba is kezdett, amit ez a járók elő jókedvűen meg is állapított. Szerintem ezek már nem sokára pároznak a gólyák. Ismerkednek. Szerintem összejön valami nekik. A járókelőből nagy valószínűséggel a próféta beszélt, hiszen a gólya pár akkor kezdett heves kelepelésbe. Pár napon belül remélhetőleg elkészítik fészküket is. Szerencsére, ha hidegebbre is fordul még az időjárás, élelmet biztosan találnak maguknak, hiszen pocok van bűven a határban.